Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Azok a kiszólások ragadtak meg, melyek arra utaltak, hogy a kormány által tervezett nyugdíjrendszer az mennyire stabil, kiszámítható és fenntartható lett. Politikai részről inkább a szakmai kérdések felé próbálok egy kicsit összpontosítani ezáltal. Egyetlen ijesztő jelenséget észleltünk ezzel kapcsolatban, és reméljük, hogy majd a felszólalásom is hallatszik a beszélgető képviselőktől. 2010. december közepén maga a kormány foglalta kormány határozatba a következőket. Nyugdíjat csak a nyugdíj céljára befizetett összegekből lehet finanszírozni, a költségvetés egyéb bevételei terhére nyugdíj nem fizethető. Ez egy olyan helyzetet vetít előre, ami egyszerűen kezelhetetlen lesz, és a kormányzat állításaival szemben fenntarthatatlanná teszi hosszú távon is a nyugdíjrendszert, hiszen ez csak úgy valósítható meg ez a kijelentés, hogy csak innen csoportosítunk nyugdíjakra, hogy a nyugdíjak összegét folyamatosan, akár az év közben is módosítani kell. Ez elméletileg ugye emelést is jelenthetne, de a népesedési trendek ismeretében csökkenést fog egyértelműen jelenteni. Emiatt illuzórikossá válik a nyugdíjak értékállóságára vonatkozó összes kormányzati ígéret. Másrészt van még egy módja annak, hogy a nyugdíjak folyamatosan kiszámíthatóan csak ebből a kasszából kerüljenek kifizetésre, hogyha a nyugdíjárulék szintjét emelgetik önök hónapról hónapra, ugyanis ezt sem zárja ki a saját kormányhatározatuk, de matematikailag és fizikailag a jelenlegi népesedési trendek ismeretében nincsen más garancia arra, hogy kiszámíthatóan ugyanannyi nyugdíjat kapjon valaki hónapról hónapra. Tehát látható az, hogy azok a kormányzati ígéretek, miszerint ezáltal az úgynevezett megszorítások által egy kiszámítható nyugdíjrendszer lép életbe, egyszerűen nem igazak, hamisak, és kérem szépen, hogy ne is kábítson minket senki ilyesmivel. Látható az, hogy nem egyes ágak és egyes szolgálati ágak megsarcolásával, az ő életmennyeik elvételével lehet rendbe tenni a nyugdíjrendszer, hanem úgy, hogyha végre összeszedjük magunkat, és egy több évtizedes modellt alakítunk ki együttesen, szakmai alapokon és mindenféle politikai sarlatán. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, engem az elharapózó vitában nagyon is megijesztett, amikor az MSZP pont a tűzoltókkal kíván szolidaritást vállalni, pontosan azokkal, akiknek a túlóra pénzét egy kicsit ki kellett volna fizetni, csak az a probléma, hogy ez idén került kifizetésre. És ez egyébként jelzésértékű, nagyon is jelzésértékű, és azért nem számítok a Fidesz-KDNP még erősebb egyetértésére, hiszen egészen más társadalmi csoportokkal pedig ők mennek szembe, tehát a folyamatábra felrajzolható, miszerint az előző kormány ide rugott, a mostani oda, a végeredmény az, hogy mindig egyre több társadalmi osztály húzódik egyre lejjebb, és kerül ki a kedvezményezettek köréből. Való igaz, meg kell csinálni azt a rendet a nyugdíjrendszerben, amit önök akarnak. Tehát rendet kellene tenni. De lett volna erre egy lehetőség. Az egyébként jogosan behúzott magánnyugdíjpénztári vagyonból rendet lehetett volna tenni a nyugdíjrendszeren belül, nem lenne szükség a mostani megszorító intézkedésekre, hiszen ott volt az a tőkeállomány, ami rendet tehetett volna. Csak hogy feláldozták ezt a nemes célt, az úgynevezett szent államadósság elleni küzdelembe, hát ez olyannyira sikeres, hogy Orbán Viktor bejelentése ellenére, miszerint 72-73%-os GDP arányos államadóssági szintet szeretett volna elérni, majdnem 80%-ra csúszik fel jelen pillanatban az eladósodottság szintje, majd hogy nem rekordmértékű az eladósodottság, tehát a kormányzat úgynevezett gazdasági és úgynevezett szabadságharca a totális csőd mintaképe. Még egyszer mondom, meg lett volna lehetőség arra, hogy rendet tegyenek nyugdíjfronton, akkor a törlesztgetés, a szolgai módon való törlesztgetés a tárgyalóasztalhoz való ülés helyett fontosabb volt. Most pedig újabb társadalmi csoportok nagyon rossz, nagyon negatív, nagyon kirekesztett helyzetbe hozásával próbálják menteni a menthetetlen, de jobb lenne talán egy kis önkritikát gyakorolva, valóban hosszú távú víziók alapján rendet tenni ebben a rendszerben. Félreértettek az előbb. Természetesen a magánnyugdíj pénztári vagyon visszavonása és állami ellenőrzés alá helyezés egy tökéletesen helyes eljárás volt, amit akkor is támogattunk, ebben nem volt vita közöttünk. Az viszont elképesztő, amit itt az előbb képviselőtársamtól hallottunk, miszerint az állami nagy ellátó rendszerek fenntarthatatlanok, eltarthatatlanok a jelenlegi struktúrában, hát tetszettek volna erről beszélni a választási kampányban. Nem erről volt szó 2010-ben, nem ezt ígérték, és most pedig igenis akkor azokat a területeket kell megfogni, ahonnan elvonhatók ezek a pénzek. Például okáért a következő években 120 milliárdot kívánnak roma integrációra költeni, miközben nyugdíjakat nyesegetünk. Hogy van ez? Államadósság felülvizsgálata fel sem merül. Hogy van ez? Olyan kiadások vannak a jelenlegi költségvetésben, és erről a vita során beszélni fogunk egyébként napokon keresztül, amelyek indokolatlanok, és nem rendeznek más területeket. Sokatszor hallom itt a vita során, hogy bizonyos területeken, szakmákban
dolgoznia kell az embernek a nyugdíj korhatárig, ez teljesen természetes elvárás, de vannak olyan szakmák, mondjuk az általam is említett tűzoltók esete, ahol is a munka elvégzéséhez olyan képességek kellenek, amelyek fizikailag nincsenek meg csak fiatalon. Tehát a későbbiekben, ha az ő helyzetüket valamilyen úton módon nem rendezzük, akkor, ha jogszabályon nem biztosítjuk ennek a rendezését, akkor ők rokkantosítva, rokkantként fognak ugyancsak az állami eltartó rendszerre szorítkozni, tehát önök ugyanott lesznek, ugyanazt a fizetséget ki kell, hogy adják az egyik oldalon, csak már ellenszolgáltatást, munkát sem kapnak érte. Tehát ha az előttünk fekvő koncepcióban az lenne, hogy mondjuk az idős tűzoltó vagy rendőr az az iskolai biztonság fenntartásában segítkezhet, és ennek van egy kidolgozott életpálya modellje, ami számára sem megalázó, és számára is beszámítható, kiszámítható, akkor azt mondanám, hogy ez egy támogatható javaslatsor. De ilyen nincs előttünk, halvány utalások vannak, koncepció szinten nem merül fel semmilyen életpálya modell az ő számukra, tehát amíg csak utalások alapján veszünk el juttatásokat emberektől, és nem adunk cserébe semmit, addig ez egy támogathatatlan rendszer. Köszönöm. Tisztelt Ház, egyetlen kérdést kell a vitában elhangzott érvek után a lehető legnagyobb súllyal odaszegeznünk a kormány oldal és államtitkárai számára. Nem csak a korkedvezményes nyugdíj és a szolgálati nyugdíjak rendszerének átalakítása, hanem az egész nyugdíjrendszer fenntarthatósága tekintetében mikor és milyen fokon fognak a népesedési trendek, az aggasztó demográfiai tényezők érvényesülni a kormányzati tervezés során, vagy hát adódik a kérdés egyszerűen, van-e a kormányzatnak egyszer egy olyan víziója, ami egy pár éves vagy legalább 10 éves kitekintésben képes arra, hogy a folyamatosan csökkenő népesedési mutatók és a járulékfizetők csökkenő száma a befizetéseik csökkenése ellenére elérje vagy garantálja azt, hogy a nyugdíjak kifizetése legalább a mai szinten reprodukálható legyen. A kérdés adódik és nagyon egyszerű, van erre nézve elképzelés, vagy pedig nincs? Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A nyugdíjrendszer bárminemű korlátozása általában, mint hogy most is, azzal az indoklással kerül a tisztelt ház elé, hogy egy nehéz kor követelménye az, amivel szembenézünk. Nyilván nehéz gazdasági örökséget kellett felvállalni, ezzel kapcsolatban az igénybe vett eszközök száma is korlátozott, vagy legalábbis nem mindig a legcélra vezetőbbeket veszik elő kormányzati szinten. Ennek következménye, hogy bizony néha fűnyíró elvszerű, néha pedig átgondolt megszorítások következnek be, jelen esetben inkább egy fűnyíró elvszerűhöz hasonlóról beszélhetünk. Nehéz korok mindig is voltak, érdekes módon nehéz korokban a nyugdíjrendszert mindig a maga helyén tudták kezelni, kialakulása óta, itt azért egy több száz éves folyamatról beszélhetünk most már, hiszen a régi egyházi vagy szeretett közösségek szolidaritási rendszereiből nőtt ki gyakorlatilag a nyugdíjrendszer elődjeinek a rendszere. És hát az USA például 1935-ben Roosevelt idején vitte a kongresszus elé, és ott szavazta meg a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert, ugye még Social Security rendszere néven, amely már akkor is azért milliós nagyságrendben tudott embereket ellátni, éppen azért, mert egy gazdasági világválság után nem akarták megengedni maguknak, hogy tömeges öregségi nyomor alakuljon ki, adott esetben kontinensnyi méretű területen. Ehhez hasonlóan az Egyesült Királyság is már 1908-tól bevezetett hasonló rendszert, nem az volt az elsődleges célja ennek, hogy nyereséges vagy fenntartható legyen, adott esetben a veszteséget is lenyelték, pontosan annak érdekében, hogy a társadalmi szolidaritás fellelhető legyen, hiszen nagyon jól tudták, hogy a munka, a közteherviselés és az adózás az magában foglalja nem csak azt, hogy közszolgáltatásokat teljesítünk az állampolgárok felé, hanem egyfajta szociális hálót is kell biztosítani számukra. A mai Európa nyilvánvaló, hogy ezen szociális háló maradványait kívánja megőrizni, több-kevesebb sikerrel, általában kevesebbel. Magyarország, ha úgy veszük, akkor kegyelmi helyzetben volt az utóbbi években, és utóbbi másfél évben is a tekintetben, hogy végre voltak mozgósítható források, azt illetően, hogy adott esetben a nyugdíjrendszert is tegyük helyre. Ilyen volt a kötelező magánnyugdíjpénztári vagyon, állami ellenőrzés alá vont része, amely egy nagyon kiváló eszköz lett volna arra nézve, hogy ne kelljen most az előttünk lévő megszorításokat foganatosítani, ne kelljen újabb társadalmi csoportok kedvezményeit, korkedvezményes nyugdíjait elvenni. Tehát egy kiváló eszközzel lehet volna élni. Sajnálatos módon a kormányzat úgy döntött, hogy az államadósság törlesztésben látja azt az utat, amely hosszú távon gazdasági könnyebbséget hoz. Ez az út sajnálatos módon a jelen gazdasági mutatók szerint tévútnak bizonyult, hiszen az a 72-73%-osnak jósolt GDP arányos államadósság, amit megcélzott Orbán Viktor miniszterelnök, az mára már 80% felé kúszik fel, és kérdés, hogy hol áll meg. Nyilvánvaló, hogy ebbe belejátszanak árfolyamváltozásbéli tényezők, külső gazdasági tényezők, melyek nem Magyarországról indultak el, de magyarországi gazdasági folyamatok is, melyek megelőzhetőek vagy kikerülhetőek lettek volna.
Ezért mondhatjuk azt, hogy nincsen más választás Magyarország előtt, mint a jóléti rendszerének legalább a maradékát megőrizni. Egy társadalom esetében a közbizalmat talán semmi sem ingathatja meg annyira, mint hogy az öregkori biztonságról kell diskurzusokat folytatni, vagy az kerül veszélybe. Nyilvánvaló, hogy az indokolatlan kedvezmények rendszerét meg kell és meg is lehet szüntetni. A probléma az, hogy az előttünk fekvő előterjesztés nem ezzel az indoklással került elénk. Nem úgy kezdték, hogy kataszterszerűen mondjuk felsorolják azt, hogy milyen szakmákat, milyen állásokat, milyen munkaköröket érintenek jelen pillanatban kedvezmények. Ezekből kiválogatták volna azokat, amelyek indokoltan veszik igénybe ezen kedvezményeket, és nem is azzal álltak elénk, hogy elmondható legyen az, hogy igen, leépítjük ezeket a kedvezményeket, de legalább fokozatosan, hanem egy huszárvágásszerűen, már-már diktátumszerűen, olyannyira diktátumszerűen tették le az asztalra ezt az előterjesztést, hogy a jövő évi költségvetés tervezete már kész tényként kezeli azt az egyenlőre még csak a parlament előtt fekvő módosítási javaslatot, amely a költségvetésbe már úgy került be, hogy csak az öregségi nyugdíjak emelésével számol, az összes többi jelen pillanatban tárgyunk által érintett juttatásokat pedig a szociális ellátások közé sorolja. Még egyszer mondom, a parlament döntése előtt tette meg ezt, hát kicsit farizeus és kicsit arcátlan módon a kormányzat. Legalább egy udvariassági gesztus megért volna az, hogy megvárja a kormány azt, hogy a parlament döntsön, ezt követően módosítsa a költségvetést a saját szájíze szerint. Én látom azt, hogy a kétharmad keresztül fogja verni ezt az előterjesztést, de alapvető gentleman's agreement és udvariassági gesztus lett volna az, hogy legalább a látszatra ügyeljenek annyiban, hogy a költségvetést ne úgy tegyék le a mai parlamenti vita előtt az asztalra, hogy már a mai döntésnek a következményei szerepelnek benne. Hát ez egy alapvető elvárás lenne civilizáltabb politikai közegekben, sajnálatos módon nálunk erre még várni kell. Az sem jelentene problémát, hogyha egy kicsit távolabbi kitekintésben szélesebb körű víziókat is láthatnánk a kormányzat nyugdíjrendszert érintő terveiről. Például a kokáért egy nagyon fontos gesztusértékű vívmány lenne az, hogyha a megszületett, felnevelt, tisztességben felnevelt gyermekek után lehetne elérni nyugdíjkorkedvezményt. Mi megértjük azt, hogy egyes állások, egyes szakmák esetében önök vitatkoznak azzal, hogy jár-e kedvezmény vagy sem. De azt mondjuk és állítjuk, hogy egy nagyon fontos népesedési megoldási ág, vagy javaslat lehet az, ha egy magyar anya tudhatja azt, hogyha felnevel mondjuk 3-4 gyermeket, akkor ezzel arányosan olyan további nyugdíjkorkedvezményben részesül, ami megkönnyíti számára azt, hogy mondjuk nagymamaként is támogassa azt a családot, amelyiket egyébként élete végéig támogatni szeretne, de ezt nagyon nehezen tudja megoldani, amellett, hogy mondjuk 60x éves koráig munkába kell járnia. Tehát az is látható, hogy vannak olyan további társadalmi igények, amelyek elől nem célszerű kitérni, hiszen most ebben az évben még ezekről lehet beszélni, utána önök elkezdenek majd kampányolni, hiszen 2014-ig egy másfél-két éves kampányolási osztogatási folyamatban nyilvánvaló rendszerszerű átalakítások már nem fognak bekövetkezni. Látható az is, hogy a hosszú távú kitekintést tökéletesen nélkülözi ez az előterjesztés azért is, mert 2010. december közepén egy olyan kormányhatározat jelent meg, mely egyértelművé teszi, hogy nyugdíjat csak a nyugdíj céljára befizetett összegekből lehet finanszírozni. Ez élesen szemben áll azzal a mostani helyzettel, hogy lényegében minden harmadik nyugdíjforintot hitelből tesznek bele a rendszerbe. Ez sem jó, ezen változtatni kell. Fenntartható rendszert kell csinálni, de nem úgy, hogy bárkinek a megszerzett jogosultságát indokolatlanul bontjuk meg. Erről legalábbis tárgyalásokat kell folytatni, és csak az indokolt esetben, vagy a visszaélők esetében kell szankciókat foganatosítani. Meglepve látom, hogy amíg egyes korkedvezményes esetekben ilyen kemény a kormányzat, addig mondjuk az úgynevezett roma integrációs pénzek lyukas kalapba szórását az tétlenül nézi, ezzel nincs problémája, és a szociális juttatások, segélyek, roncs társadalomba hömpölygését sem kívánja lassítani vagy megállítani, pedig nagyon sok esetben ezekkel nem áll szemben valódi teljesítmény vagy munka. Tehát mondjuk ki azt, hogy amíg az egyik kezével a kormány osztogat, és ezt a hömpölygést nem állítja meg, addig a másik kézzel külön társadalmi osztályokat és csoportokat érintve, jól behatárolt köröket érintve, pedig nagyon kemény megszorításokat foganatosít, pedig itt azért értelmes munkát végző, termelő, produktív társadalmi tagokról van szó. Egyértelmű az is, hogy amikor azt mondják, hogy csak nyugdíj jellegű befizetésekből lehet nyugdíjat finanszírozni, érdemes egy gondolatot, kísérletet végezni, hogy ez hogyan valósulhat meg. Hiszen ha azt mondjuk, hogy csak az adott évben, vagy hónapokban, vagy időszakban befolyó nyugdíjjárulékokból fizetünk ellátást, akkor ez egy hónapról hónapra változó összeg lesz. Tehát a megoldás vagy az lehet ilyen esetben önök szerint, hiszen az önök előterjesztéséről van szó, hogy folyamatosan változtatni fogják az ellátás vagy a nyugdíjak összegét, egy teljesen kiszámíthatatlan rendszert hagyva ránk, akár hónapról
hónapra, hiszen így változik a nyugdíj célú befizetések összege is, vagy pedig a nyugdíj járulék szintjén változtatnak szintén akár hónapról hónapra, hiszen ezt sem zárja ki az a kormányhatározat, amit 2010 végén önök letettek az asztalra. Tehát látható egy teljes mértékű fejetlenség ezen a területen. Én nagyon örülök, hogy egyes képviselőtársai már hosszú távú célokat egyáltalán lebegtettek, konkrétumokat még nem mondtak, de legalább arról beszéltek, hogy hosszú távon is rendezendő ez a problémakör, és ha jól idézem a kifejezést, akkor itt azt hangzott el, hogy egy induló rendszer első lépéseiről van szó. Ez az előterjesztésben nem szerepel, az indoklásban sem, tehát mi, jobbikos ellenzéki képviselők, sehonnan nem tudhatjuk azt, hogy a kormányzat milyen hosszú távú elképzelésekkel rendelkezik. Nyilván ezt figyelembe kell vennünk abban a folyamatban, hogy támogatjuk. Tudjuk-e támogatni az előterjesztést, vagy sem. Az is látható, hogy nem sikerült megnyugtatni bennünket a tekintetben sem, hogy ezentúl a szociális ellátásra alakított, már nem nyugdíjak, azok milyen biztonságot fognak élvezni. Ugyanis nyilvánvaló, hogy a szociális ellátásokra már nem vonatkozhatnak a nyugdíjemelési vagy a nyugdíjakat védő rendszabályok és szabályok, tehát azt is tudnunk kellene, hogy ezekkel kapcsolatban mi várható. Én nem feltétlenül a mostani kormány szakembereitől féltem ezeket a juttatásokat. Én mondjuk attól félek, amivel egyébként a Fidesz-KDNP kormányzat is tisztában lehet, hogy nem lesz ő örökké hatalmon. Tehát vagy 2, vagy 6, vagy 10 év múlva eljön az a pillanat, amikor a Fidesz-KDNP nem fogja kormányozni Magyarországot, kisebbségben lesz, jön egy másik erő. Hogy ez adott esetben a Jobbik lesz, ez esetben nekem nincs félnivalóm a nyugdíjrendszer rendbetételét illetően meg fogjuk tenni. De ha ne adja az Isten, és tényleg ne adja, visszajönnek azok, akik mint a talajvíz általában nagyon-nagyon káros folyamatokat elindítva visszaszoktak szivárogni mindig a közéletbe, akkor bizony ki fogja ezeket a szociális ellátássá átnevezett nyugdíjakat megmenteni attól, hogy ők itt a szélső jobb oldalunkon megnyírbálják ezeket a juttatásokat olyan szintre, hogy az már valóban minden idős magyar ember életvezetésének biztonságát veszélyeztesse. Semmiféle garancia nincs ugyanis erre, nincsen jogszabályi garancia a nyugdíjak értékállóságának a megőrzésére, amit óriási problémának tartunk. Azt is ki kell természetesen emelnünk, hogy vannak olyan szakmák és olyan képességek, melyek nem képezik vita tárgyát. Hogyha a fejünket ingatjuk, akkor sem, mert egy tűzoltó esetében elmondható az, hogy fiatal korában még megvannak azok a fizikai képességek, melyek a munkavégzéséhez szükségesek, de ha mi ugyanezt várjuk el tőle mondjuk 58 éves korában, akkor vélhetően és nagyon nagy eséllyel, tehát itt 95% fölötti esélyre tessék gondolni, ez az ember nem lesz képes fizikailag ellátni a feladatát, vélhetően a munkaerőpiacon nem fog magának más hasonlóan jól betölthető állást találni, nagyon nagy eséllyel addigra azok a fizikai elváltozások is kialakulnak nála, amelyek akadályozni fogják abban, hogy a munkaerőpiac teljes értékű szereplője legyen, tehát rokkantosítva lesz, rokkantként kell majd ellátnia ugyanannak a magyar államnak, amelyik most jelen pillanatban fizetésért elvárhatja tőle azt, hogy a társadalmat segítse munkájával. Ezután majd szociális juttatás formájában kell valakit eltartani, ami az ország számára semmiképpen nem lehet jó, nem lehet követendő. Én emögött is egy kicsit a koncepció hiányát érzem, de továbbra is megcáfolható az, amit mondok, sajnálatos módon kormányzati részről ez ma még nem sikerült. Kijelenthető az is, hogy vannak ugye olyan általam említett pontok, amelyekről nehéz, vagy talán nem is lehet vitatkozni, és vannak olyan tervezetek, amelyek egyenesen nehéz jelzőket találni, nem akarom a vérlázító jelzőt használni, de legalábbis érdekesek. Tehát az, hogy az elkövetkező években a kormányzat 195 ezer rokkant munkaerőpiacra történő visszavezetését tartja elképzelhetőnek, ez a realitásoktól és a magyar valóságtól olyan távolságot feltételez, mint hogyha valaki a rózsadombról mondaná meg, hogy milyen a magyar ugar. Félreértés ne essék, nem feltételezem én ezt minden teremben ülőről, de azt is el kell mondani, hogy a jelen munkaerőpiaci helyzet ismeretében, amikor a teljes kormányzati politika alárendeli magát a multinacionális tőke érdekeknek, akik egyébként a munkahelyek 6%-át biztosítják, és nem támogatják szinte semmilyen formában, és itt a szintén van a hangsúly, a munkahelyek 2/3-át adó magyar kis- és középvállalkozásokat, lehetetlen olyan munkaerő felszívó képességet várni Magyarországon, ami helyet teremt ezen emberek munkaerőpiacra való visszavezetésének. Tehát az is látható, hogy ez egy jogos cél, jogos elvárás, főleg, hogy vannak a rendszeren élősködők és kártevők, akiket nyilvánvaló ki kell vetni abból, és kényszeríteni is lehet őket arra, hogy vagy dolgozol a szociális juttatásra, vagy nem vagy rá jogosult. Ez teljesen egyértelmű. Vannak, akik egyébként iparágakat alapítanak erre. De azt is el kell mondanunk, hogy lehetőséget kell teremteni arra,
hogy ezek az emberek vissza tudjanak valahova térni. Nyilvánvaló, hogy az egyébként ki sem terjesztett közmunkaprogramok rendszere sem elég erre, hiszen ezekben a kitörési pont elsősorban a mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése és az árvízvédelem kiterjesztése. De ha további területekben gondolkodnánk, akkor látnunk kellene, hogy a magyar kis- és középvállalkozások támogatásával lehetne azt a munkaerő felszívó képességet elérni, ami akár a rokkant rendszerből kivont 195 ezer tervezett ember munkaerőpiacra való visszavezetését megoldhatná. De emögött nem látunk koncepciót, nem látunk életpályamodelleket, nem látunk tipikus életszerű példákat, miszerint mondjuk a nyugdíjas korhoz közelítő rendőr, azaz iskolák biztonságosabbá tételében működhet közre, nem látunk ilyen konkrét eseteket, leírásokat, koncepciót, és azt sem látjuk, hogy belátná a kormányzat, hogy a népesedési, demográfiai krízis megoldása nélkül nincs, nem lehet, soha nem lesz és soha nem is volt fenntartható nyugdíjrendszer. Ezért kell újra és újra elmondanunk, hogy amíg önök nem támogatják a szülőtámogatási életjáradék nevű koncepciónkat, mely során a dolgozó gyermek személyi jövedelemadója egy részéből közvetlenül szaporíthatná szülei nyugdíját, amíg önök nem támogatják azt, hogy azt úgynevezett 1%-ot, amit civileknek és egyházaknak lehet adni, lehessen a dolgozó gyermek által a szülőknek is juttatni, amíg önök nem támogatják a szociális kártya országos szintű bevezetését, miközben a környező országokban ezt folyamatosan vezetik be minél szélesebb körben, és amíg önök nem tesznek lényegi lépéseket a kivándorlás megállítása érdekében, addig a demográfiai problémakört engedik súlyosbodni, engedik ennek kihatásait átgyűrűzni későbbiekben a nyugdíjrendszerre, a szociális ellátórendszerekre is. Ennek hatásaival pedig önök sem képesek megbirkózni, mert a matematika az egy olyan fránya dolog, hogy igazából, ha nem lesz elég gyermek ahhoz, és elég járulékfizető a későbbiekben ahhoz, hogy fenntarthatóvá varázsoljon egy rendszert, akkor varázsolhatunk akármilyen GDP arányos technikákkal, új számítási módszerekkel, hiteleket sem fognak önök kapni ahhoz, hogy újra nyugellátást és szociális ellátásokat fizessenek, tehát látható az, hogy rá lesznek kényszerítve a későbbiekben a szociális ellátórendszer leépítésére, adott esetben a nyugdíjkorhatár felemelésére, amit a Jobbik mereven el kell, hogy utasítson. És azt is ki kell, hogy jelentsem, ameddig erről nem beszélünk, és nem beszélünk arról, hogy a reprodukcióhoz szükséges 170 ezer gyermek helyett 85 ezer születik Magyarországon, majdnem a felük olyan roncstársadalomba, ahol esélyük sincs a normális életre, addig csak arról beszélünk, hogy a süllyedő hajón hová helyezzük azon. Köszönöm, hogy meghallgattam.